Rengetegféle kutyaház van, most már lehet kapni szigetelteket is, hogyha télen is abban van a kutyus, akkor azt javaslom. A kutyaháznak a kiválasztásakor a méret az, ami egy meghatározó rész még, ugyanis a túl nagy kutyaház az nem megfelelő télen a kutyának, nem tudja kifűteni a kis testével, hogyha nagyon nagy az a ház. Akkor a ház kell, amiben be tud menni, föl tud állni, meg tud fordulni, le tud feküdni. Amiben nagyon elterpeszkedik, nagyon nagy a légtér, abban télen valószínűleg fázni fog. Úgyhogy, itt nem a nagyobb a jobb. A túl kicsi sem jó, amiben nem tud rendesen elfeküdni, nem tud fölállni, nem tud megfordulni. Valahova a kettő közé kell belőni. A másik fontos rész még az ajtó, mert ugye ott nagyon, az egy nagyon nagy hővesztési felület. Az ajtó ezért minél keskenyebb, annál jobb. Azon ott befér a kutya, meg kifér a kutya, nem kell annál szélesebb. Illetve még az is jó, hogyha az ajtó nem középen van, hanem az egyik szélén a kutyaháznak, mert így a másik oldalra szépen be tud ő kuckózni, és azt a részt jobban fel tudja fűteni. Ami még fontos a kutyaháznál, hogy mivel bélelem azt, mert ha beteszek egy rongyot, akkor az adott esetben havas-sáros kutyám bemegy, a havas-sáros kutyámtól latyakos lesz a rongy, és utána azon fekszik végig. A szalmát szoktak javasolni esetleg, mert az jobban elszívja a nedvességet, és akkor azt lehet időnként cserélni, illetve vannak ilyen speciális anyagok, amik fölülről átengedik a nedvességet, viszont nem engedik vissza, és akkor úgyis szárazon tud maradni a kiskutyám.